Kezdődik a mai Egyenes Beszéd. Jó estét kívánok! A stúdióban itt van Galgóczi Eszter, a 21 Kutatóközpont elemzője, és Pulai András, a Publikus Intézet stratégiai igazgatója. Jó estét, szervusztok! Szia, estét. Dömping volt a parlamentben, kezdjük a parlamenttel. Pedofil törvény. Szerintetek mi a célja a Fidesznek ezzel a törvénnyel? A Fidesz nem most kezdte ezt a játszmát, egy ideje keresi a témát, amivel majd tudja dominálni a politikai teret a 22-es választásokra. És ugye nyilvánvalóan itt nem a pedofil része a lényeg az ő kommunikációs szempontjai részéről, vagy nézőpontjából, hanem a melegek és a pedofiloknak az összemosása, és annak a teljesen tudatos kijátszása, és az erre felépített kommunikációs hadművelet, ami azért zajlik a Fidesz propaganda csatornáin. És hát ugye ennek egyszer már nekifutott ráadásul. Ez halálbüntetéssel próbálkozott. Tehát volt két-három olyan ügyet megpróbált, ahol tudja, hogy a társadalomban többsége van annak a véleménynek, amit őt képvisel. Egyébként, amit őt képvisel, ebből is egyébként 75-80% mondjuk az, hogy nem a legtoleránsabb nézeteket képviseli Magyarországon, és ebből megpróbál ügyet építeni. Akkor, amikor ugye a meleg kérdést azt azért mondjuk Európa, meg más egyéb külföldi nyomásra azért levette a napirendről, és azzal úgy látszott, hogy azzal a tűzzel nem játszott, az halálbüntetés volt. A meleg kérdésben meg ugye ezelőtt hát belefutott pont a Szájer ügybe, és az vágta keresztbe a meleg ügynek a karrierjét, de hát úgy látszik, hogy most, hogy már a járvány védekezés egyéb történet kifulladni látszik, a migráns ügyet valószínűleg nem lehet azzal az intenzitással veszélyre hozni. Nem lehet? Na majd arról még mindjárt beszélünk, látom, hogy mit lehetett a migráns hordák dörömbölnek. Látom, hogy erre is vannak próbálkozások. Igen, Eszter, mennyire értesz egyet abban Andrással, hogy ez tematizál és ezzel a céllal csinálta ezt a Fidesz? Van, aki szerint ez egész egyszerűen egy gumicsont. Én a tematizálással egyébként egyetértek, tehát hogy az mindenképpen valamiért fel kellett tenni ezt a napirendre. Én azt gondolom egyébként, hogy ez még egy kérdés, hogy ez napirenden tud maradni 22-ig, vagy hogy egyáltalán Fidesz szeretné, hogy napirenden maradjon 22-ig. Az viszont biztos, hogy folyamatosan várhatunk olyan ügyeket, amik az ellenzéket meg tudják osztani, és szerintem inkább ebben volt ilyen kulcs szerepe pont ennek a mozdulatnak, hogy ez egy olyan törvénymódosító, amivel egyértelmű volt, hogy a hatpárti ellenzéket helyből meg tudja osztani. De ez egy valódi megosztottságot jelent? Mert Jakab Péter azt mondta, hogy hát ez az összefogás ez olyan, hogy összefogtak egy cél érdekében, de egyébként egy demokratikus összefogás, mert mindenki gondolhat azt, amit szeretne. Mennyire osztotta meg ez az ellenzéket? Hát szerintem nyilvánvalóan ugye egy párt bement és szavazott, a többiek nem mentek be, nem szavaztak, de hogy igazából tartalmilag ugyanazt gondolják. Tehát, hogy ezt én nem látom olyan nagyon nagy átütő sikernek a Fidesz részéről, hogy most ezzel aztán felszalámizta az ellenzéket, és innétől az összefogásnak is vége van. Nem, nincs így, az ellenzék megy tovább a saját maga útján. Eddig is tudtuk, hogy vannak ezekben a kérdésekben mondjuk azt, hogy árnyalatni különbségek az ellenzék egyes szereplői között, nem csak ebben, egyébként másban is. Azt is tudjuk, hogy egyébként a magyar választópolgárok által fontosnak tekintett ügyekben, oktatás, egészségügy, gazdaság, szociális kérdések, stb. Lényegében ugyanazt gondolja az összes párt. Én nem látom azt, hogy a választók ebből azt fogják gondolni, hogy fejükhöz kapnak, és azt mondják, hogy hú, akkor én most a Fideszre fogok szavazni. Azért ez ebben a történetben nincsen benne. Schiffer András azt mondta ma reggel a Spirit FM-en, hogy szerinte több legyet üt egy csapásra ezzel az egésszel a Fidesz. Ugye beviszi abba a zsákutcába az ellenzéket, amiben már többször is bevitte az elmúlt 10 év alatt. Ha nem szavazza meg, akkor a pedofilokat védik, fogja ezt majd mondani. Nyilván Gyurcsány Ferenccel az élen, tehát valószínűleg ez lesz a kommunikáció. Hogyha pedig, tehát hogy nem lehet ezt egyszerűen megszavazni, és talán a jobbik. Erre kivonulása a jó megfejtés, és azt látom, hogy az ellenzéknek a túlnyomó többsége ezzel élt. Szerintem itt egy valakit vitt be a Fidesz ebbe a zsákutcába, úgy látom, Schiffer Andrást, mert az nyilván nem volt a célja egyébként. Hát nem tudom, nem valószínű. Azt sem tudom kizárni. De hát ugye mondjam, tehát hogy az teljesen nyilvánvaló, hogy valójában egyik ilyen ügy sem ért el célt az elmúlt időszakban, amikor a Fidesz arra készült, hogy megosztozza ezeket. Mindig voltak ilyen kapcsolt szavazásai a Fidesznek, meg ilyen ügyeket vitt egymás mellé, és akkor az ellenzéket annyira kényszerítette, hogy az egyik, mondjuk például a védekezés kapcsán is, ugye, hogy meg kell szavazni a védekezést, de cserében mondjuk, nem tudom, levágják az önkormányzatok 4 kezét. És hogy valójában a választók ezen átlátnak. Tehát ezeket mi abban az időszakban, amikor ezek jöttek, mi szisztematikusan kutattuk ezeket, és teljesen nyilvánvaló volt, hogy még a Fidesz szavazóknak a fele is azt gondolja, hogy ennek egyébként az ellenzék megviccelése a célja. Az ellenzéki szavazóknak meg a 90+% azt gondolja, hogy igen, itt valójában nem az ellenzék nem támogatja a vírus elleni védekezést, hanem egy olyan lehetetlen helyzetbe kerültek, hozta őket a Fidesz direkt ezzel a céllal, hogy abban nem lehet érdemben állásfoglalni. Ezek ilyen, hogy mondjam, nem túl politikai, nem túl sikeres történetek az igazság. De a kommunikáció szerintem biztos el lesz még ez egy párszor mondva. Tehát, hogy a kérdésem az felé lenne, hogy az rendben van, hogy az ellenzéki szavazók is a bizonytalanok, akiket most ugye mindenki próbál meg. A bizonytalanok a legtöbb esetben ilyenkor az ellenzékkel, az ellenzéki véleménytöbbség irányba mentek. Nyilván ezt az ügyet még nem kutattuk, talán el tudom képzelni, hogy fogjuk, de mondjuk például a védekezés esetében az ellenzékeknek a kétharmada, háromnegyede, bocsánat, a bizonytalanok kétharmada, háromnegyede az ellenzék véleményének az irányába ment. Tehát, az nem bizonytalaníthatja el egyébként az amúgy is bizonytalanokat, hogy a Jobbik meg megszavazza ezt, és az ellenzék többi pártja, az 5 párt meg mégiscsak összefog azzal a párttal, ami megszavazza, akik megszavazzák ezt a lehetetlen törvényt. Egyébként ez nem feltétlenül fog így történni, meg egyébként azt is gondolom, hogy az ellenzéki pártoknak ugye összességében ugye van egy célcsoportja, azok, akik szavaznak rájuk. Ugye a Jobbiknak a szavazótábora az egy kicsit kilóg ebből. Tehát itt az a cél, hogy minél több emberhez jussanak el, és egyébként ilyen szempontból például az, hogy a Jobbik önazonos marad, az nem feltétlenül egy rossz döntés. És most ezt értem úgy, hogy önazonos, hogy ők végig azt kommunikálták, hogy a pedofil törvényt azt már szélességgel tudják támogatni. Ugye az ő szavazóik számára egy sokkal fontosabb kérdés, mint az LMBTQ közösségeknek, és a bizonytalanok között is nyilvánvalóan vannak ugyanolyanok, akik ugyanígy. Hát, hogyha a Fidesz számára ez rettentő fontos lett volna, akkor ezt a szavazást nem az EB magyar meccsének a napjára tette volna, amikor hát szerintem az emberek többségét elsősorban nem az érdekli, hogy mi van ezzel a szavazással. Hát volt ott még más is ma a parlamentben azért, bérlakástörvény meg Fudan, majd mindjárt volt, igen, volt az is, de hogy valójában egyébként szerintem ez egy dologra jó, és azért az Fudan ügy, hogyha már így előjött, és ugye végül is a korlátozások feladása óta volt 2000-es tüntetés a parlament előtt. Kérdezni, hogy mennyire volt meglepetés nektek például a tegnapi tüntetés? Nagyon sok. A fudános az nekem nem volt, de a tegnapi az igen, az volt. Tehát, hogy legalábbis a nagyságrendje meg a mérete. És ezt szerintem valójában ezzel a Fidesz azt éri el, hogy egy egységbe tömöríti azt az ellenzéket, amelyik most éppen abban a szakaszában van, hogy kicsit saját magával is verseny. És ezeknek a tüntetések lehet, hogy egy nem kiélezett helyzetben, lehet, hogy lehullottak volna földre, és nem lett volna komoly következményük. De most, hogy dolgoknak van tétje, most, hogy az ellenzék formálódik, az ellenzék összefog, az ellenzéknek a vezetője most kerül kiválasztásra. Tehát akkor, amikor kezd élesedni a meccs, kezd egy működőképes, létező ellenzék körvonalazódni, akkor lehet, hogy ennek a dolognak hirtelen van tétje, és lehet, hogy amit elfelejtettünk volna 1 évvel ezelőtt, 2 évvel ezelőtt, bármikor ilyesmi tüntetés, akkor is voltak az 1000-es tüntetések, lehet, hogy ez most egy ilyen, ha nem is sorsfordító lesz, de lehet, hogy meghatározó tüntetéssorozatot fog tudni indítani. Na meglátjuk, előválasztásról beszéljünk mindenképpen. Mit szóltok Molnár Gyula lépéséhez, vagy átigazolásához, vagy segítsetek értelmezni, mi ez? Tehát DK-s színekben indul, DK frakcióba ül, ha 22-ben nyer, de maradna az MSZP-ben. Ő ezt mondta, hogy nem lát olyan okot, amiért ő neki az MSZP-ből távozni kell. Nem vagyok benne biztos, hogy van ilyen állat, de lehet, hogy van. Szerintem itt nem látunk tisztán, tehát nem vagyunk minden információ birtokában. Ahogy láttam az előzetesben, Tóth Bertalan fog jönni a műsorba, lehet, hogy sokkal több. Meg fogom mindenképpen kérdezni. Bízom. Na, de mit látnak ebből az elemzők? Miért nem indul a DK támogatásával, ahogy egyébként megy? Tehát most ugye folyamatosan lépnek vissza egymás javára, vagy állnak be egymás mögé jelöltek, és aztán lép át a demokratikus koalíció. Mi történt? Nekem itt csak hipotéziseim vannak. Lehet, hogy ez egy nagyobb alkunak a része, és lehet, hogy mondjuk a DK cserébe visszaléptet, vagy el sem indít jelölteket olyan helyen, ahol mondjuk az MSZP-nek vannak esélyes jelöltjei. Azt is el tudom képzelni, hogy Molnár Gyulának mondjuk egy hosszú távú cél lebeg a szeme előtt, és nem feltétlenül az országgyűlési választásokra optimalizál ezzel a tevékenységével, hanem mondjuk az által egyébként nagyra tartott és sokszor dicsért 11. kerületi polgármesteri pozíciót célozza meg. Tudjuk, hogy a most regláló DK-s polgármester nem tervez újraindulni a közeljövőben. lehet, hogy így tud a DK-s és MSZP-s közösségöt lenne egy 11. keleti polgármesterválasztáson. Szóval, hogy valójában nem pontosan vagyunk felvértezve az információk előménységével, hogy meg tudjuk hittem, hogy mi történik itt. De azt is látjuk, hogy valójában egyik fél sem siránkozik olyan nagyon ezen a történeten. Tehát azért én belelátok ebbe valamiféle dílt a háttérben. Majd megkérdezem Tóth Bertalant. Eszter, te még... Igen, egyébként kifele ugye azt kommunikálják, hogy ez egy megállapodásnak a része volt, tehát hogy itt nincsen semmiféle látnivaló lényegében. Ugye ennek egy kicsit harangozó Tamásnak a megszólalása ennek ellentmond. Azt én sem tudom, hogy mi lehet itt a háttérben. Ugye májusban volt utoljára közvéleménykutatás, akkor ugye azt láttuk, hogy hibahatáron belül, de a Momentumos jelölt előnyen indult volna Molnár Gyulával szembe, viszont abban a közvéleménykutatásban ugye a DK-s Bollók Istvánné is szerepelt, és azt még nem tudjuk és nem látjuk előre, hogy az ő visszalépése, meg az, hogy Molnár Gyula a DK-s színekben indul, az hogy fogja ezt módosítani. Mellár Tamás, aki szintén jön egyébként ma este, azt mondta, hogy ez már annak a jele, ő azt mondta a Startban tegnap, hogy mi történik majd 22 után. Molnár Gyula is utalt erre, hogy egy újfajta, másfajta pártstruktúra jön létre, egy vagy két ellenzéki párt lesz, mert nincs értelme annak, hogy van hat ekkora. Mit gondoltok erről? Lehet-e ilyen például Karácsony Gergely 99 mozgalma? Hát minden lehet, és mindenek az ellenkezője is lehet. Azzal a megállapítással egyetértek, hogy nincsen szükség ennyi pártra az ellenzékben. Már régóta tudjuk, hogy valójában az ellenzéki pártok között nincs akkora tartalmi, illetve véleménybeli különbség, hogy ez indokolná. Nyilvánvalóan mindenféle személyes, meg történelmi okai vannak, hogy ez így van, és jelen pillanatban igen, ezek a pártok megkülönböztethetőségi problémával küzdenek, és ugye mindenki azon küzd, hogy éppen melyiken van a sárga mellény, melyik fut előre, és melyik az, aki letépül a sárga mellett, és akkor ő rajta lesz, és akkor ő fut előre. Igen, hát az kétségtelen túl sok, hogy a konszolidációs folyamat elindul-e, vagy nem indul el, arra én most nem tennék egyikre sem nagyon nagy tételt, hogy az előző választások után volt némi konszolidáció, ami például eltűnt az Együtt, meg, tehát hogy nem tudom, 4K, meg nem tudom, ki emlékszik még ilyen formációkra. Igen, de azok azért viszonylag újak, tehát hogy újak voltak, vagy friss pártok voltak. Az Együtt azért annyira nem volt friss. Hát nem volt friss, de mégsem egy MSZP-ről beszélünk, vagy most már akár a Jobbikról is, tehát azért ezek mögött, a pártok mögött évtizedek vannak. Kétségtelen, és lehet, hogy ők aztán magukba fognak olvasztani pártot, vagy valamiféle unióra, vagy szövetségre lépnek párt. Ezt én nem tudom kizárni egyébként, de hogy biztos se vagyok benne, mert hogy ugye létre fog jönni egy parlament, ahogy az előválasztási matek kezd körvonalazódni, azért fog látszódni, hogy jelen pillanatban az összes párt egy fontos dologra gyúr, mindenkinek legyen frakciója. Márpedig, hogyha mindenkinek van frakciója, akkor lehet, hogy olyan nehéz lesz megválni azoktól, az előnyöktől, meg privilégiumoktól, meg forrásoktól, amit ez ad. Ez csak egy évvel. Én ezzel csak egyetérteni tudok. Tehát, hogy azt nyilvánvalóan majd meglátjuk, hogy mi fog történni a jövőben. Én nem feltétlenül látom előre jönni azt, hogy most hirtelen össze tudnak olvadni ezek a pártok. Ugye egyelőre annak is örülünk, úgymond, hogy a hatpárti koalíció létre tudott jönni, tehát úgy nem gondolom, hogy ebből hirtelen egyből átugranának abba, hogy akkor még össze is olvadjunk. Na, meglátjuk. Köszönöm, hogy jöttetek, köszönöm a beszélgetést.